Néhány éve Banknél készültek ezek a felvételek. Egy 12 és egy 13 éves úszni nem tudó fiút kerestek a Tiszában, akik egy nem kijelölt fürdőhelyen merültek el a folyóban. A szakemberek búvárokkal is kutattak utánuk, de a nagysodrás nem könnyítette meg a dolgukat. Az egyik gyermek holttestére végül 8 kilométerrel arrébb Tisza-Szentmártonnál bukkantak. Az expedícióban a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület is részt vett, melynek tagjai rendszeresen vonulnak vízben elmerült vagy eltűnt személyek kereséséhez. Legutóbb a napokban a Bodrogon kutattak, sajnos sikertelenül, ezek a fotók is erről az akcióról készültek. Az egyesület vezetője 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a legtöbb halálos vízi balesetet a pánik idézi elő, amihez több dolog is vezethet. Itt az alkoholos befolyásoltságtól elkezdve az úszni nem tudás, vagy a nem megfelelő úszáskészség, tehát ez mind-mind. Illetve hát a Tiszának van egy sajátossága, hogy homokpadok alakulnak ki rajta. Ezek a homokpadok változnak, egyik nap nagyobb, következő nap kisebb, ahol az egyik nap még lehetett fürödni, következő nap már nem lehet, mert elviszi a víz egy kisebb áradásnál, átépíti, odébb rakja le. És egy másik jellemzője az, hogy ez a 30-80 cm víz, ez nagyon kellemes, nagyon meleg, nagyon jól lehet benne vízilabdázni, strandlabdázni, bármit csinálni, csak éppen ahol elkezd mélyülni, ott egy méteren belül 3 méter mély lesz a Tisza. Idegen helyen ne ugorjunk fejest a vízbe, ha nincs biztos úszástudásunk, viseljünk inkább mentő mellényt, és mindig figyeljünk egymásra, sorolta a szakember a tanácsokat. Ha látjuk a bajt, hívjunk azonnal segítséget, egyedül pedig ne csak valamilyen eszközzel próbáljunk menteni, ami lehet egy vontató kötél, egy bot vagy akár egy napozó matrac, bármi, ami távolságot tart a bajba jutott és a mentője között, hogy utóbbi ne kerüljön hozzá hasonlóan veszélybe. Figyeljünk arra is oda, hogyha valaki már olyan állapotban van, például alkoholos befolyásoltság alatt, vagy nem tud úszni, akkor ne engedjük be a vízbe. A térdig érő vízbe se engedjük be, illetve ha már egyszer mégis oda megyünk, akkor az úszni jól tudó, az jelölje ki azt a részt, ahol az a homokpad még megfelelő mélység. Szúrjon le 4 gajat, hogy na idáig lehet játszani, mert utána már mély lesz a víz. Hogy valamivel felhívjuk a figyelmet. Az egyesület a hivatalos szervekkel, a katasztrófavédelemmel, rendőrséggel együttműködve civilként, önként végzi munkáját, melynek hatékonysága érdekében fontos, hogy minél hamarabb szóljanak nekik. A 21 önkéntesből álló komplex csapatot búvárok, vízimentők, alpinisták, mentőkutyások és orvos alkotják, akiknek a mentés és keresés mellett olyan fárasztó feladatokkal is meg kell birkózniuk, mint a sok felszerelés cipelése. Egy búváré például több mint 50 kiló is lehet.